A Változás Mentálhigiéniás Egyesület, a Székesfehérvári Diáktanács, az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ és Székesfehérvár Megyejugváros önkormányzata közös kutatást és az eredményekre épülő szakmai programokat indít a fiatalok lelki egészsége támogatásának témájában. Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere elmondta, a Covid hatására döbbentek rá a szakemberekkel, hogy a fiatalok mentális egészsége érdekében cselekedniük kell. Ennek eredménye volt első körben preventív órák tartása iskolákban, intézményekben. Most egy újabb lépést teszünk egy kutatással, amelyben a legtöbb fiatal szeretnénk elérni annak érdekében, hogy hogyan haladjunk tovább, melyek azok a területei a mentális egészségnek, ahol nagyobb hangsúlyát kell majd a fiatalok segítségére menni, úgyhogy kérek és buzdítok is minden fiatalt, hogy a következő néhány hétben töltse ki, legyen a segítségünkre, hogy aztán mi tudjunk az ő segítségre lenni. Az új kezdeményezéshez az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti Központ is csatlakozott. Ezzel a kutatással, vagy ennek a kutatásnak a kutatásban való együttműködés a mi partnerségünkkel, egy kicsit a másik oldalról is megtámogatjuk ezt a folyamatot. Tehát a fiataloknak a lekérdezésében az ő mentális egészségükről fogunk kapni egy olyan képet, amivel utána tudjuk alakítani a mi intézkedési terveinket, a szakmai folyamatainkat, és ettől reméljük azt, hogy ki tudjuk egészíteni vele a szakmai portfóliónkat, a munkánkat, és eredményesebbek tudunk lenni. Rózsás Ildikó, a Változás Mentálhigiéniás Egyesület szakmai vezetője kiemelte, a fiataloknak számos olyan problémával kell megküzdeniük, amelyekről érdemes beszélni. Egyrészt van a személyes fejlődésükből a kornak megfelelő stressz helyzetek, a tanulás, a párkapcsolat, első szerelem, otthon, szülőkről való leválás. Ez az, ami úgy az identitás fejlődés, illetve az egészséges fejlődési folyamatban jelen van, illetve ami még most plusz tényező az elmúlt időszakban, mondhatom a globalizáció kérdését, a háborús helyzetet, a bizonytalan gazdasági tényezőt, a Covid okozta, a vírus helyzeteket. Böhm László, a Székesfehérvári Diáktanács elnöke hozzátette, a kutatás egy hónapig fog tartani, az eredményeket szakemberek vizsgálják át, majd különböző tanácsadó kurzusok indulnak. Maga a teszt az egy hónapig fog körbejárni az iskolákba, különböző intézményekben, ahol tanulók vannak. Ők kitöltik ezeket a teszteket, amik aztán befutnak egy rendszerbe, ahol szakemberek átvizsgálják, átlagot számítanak és egy eredményt kapnak, ami alapján megnézik, hogy mik azok a területek, amire szüksége van a diákságnak. A fiatalok lelki egészségét vizsgáló felmérés várhatóan március végéig tart majd.